Így néz ki egy kukoricatábla kis várda közelében. A növény szépen zöld és láthatóan nem viselte meg túlságosan a rendkívüli hőség. A gazdálkodók a 37-39 fokos roppant hőség idején azonban egyáltalán nem bíztak abban, hogy idén lesz kukoricatörés. Sokan már megkongatták a vészharangot, hogy a gyenge minőségű nyírségi talajon, ilyen melegben és szárazságban egyszerűen felsül a növény, nem bírja sokáig. A szakemberek is egyetértettek a gazdákkal, azonban hűvösebbre fordult az időjárás, és az eső úgy tűnik megtette a hatását. Igaz, a 24. órában érkezett. Ez a 38 fokos melegben mindenki azt gondolta, hogy, hogy itt a kukoricából már nem kell betakarítani, azonban nagyon bíztunk ebben a csapadékban, ami meg is érkezett az éjszaka, egy csendes eső érkezett, meg az a vihar nem ért el a mi megyenket, amik az ország többi megyeiben jelentkeztek, egy csendes 7-10 mm közötti csapadék, és ez megváltoztatta azt a képet, amit még tegnap esetleg a határban járó emberek láttak, kellemesen csalódtak, és akkor megint visszatért az optimizmus. A megyében 137 ezer hektáron található kukorica. A növény ezekben a napokban virágzik. Ahol időben elvégezték a gyomértózást és a tápanyagutánpótlást, ott viszonylag jó állapotban vannak a növénytáblái. Csak a nagyon rossz minőségű földeken sült fel. A szakemberek azt mondják, ott ellenben, ahol átvészelték a táblák a száraz hőséget, ott megindulhat a csőképződés. Sokan azonban már most újabb esőkért fohászkodnak, mert ez lenne a feltétel annak, hogy Szabolcsat már Bereg megyében kielégítő mennyiséget lehessen betakarítani a kukoricából idén ősszel.